Nos, amikor a MÁV-ról beszélünk, akkor relatív keveseknek jut eszébe az űrtechnológia, legfeljebb az űrcsöves mosdó. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a MÁV volt az első vállalat, amely az első értelmes interaktív szolgáltatást kirakta a magyar internetre, hogy így már lassan egy évtizedet tudunk egyet vásárolni online, vagy hogy az elmúlt években már elég volt a mobilunkat felmutatni egy QR kódot, nem kellett kinyomtatni, papírmentesen tudtunk egyet vásárolni. A Usability Art-tól ugyanakkor nem feltétlenül mentes természetesen már digitális portfóliója, és hát az én történetem ezzel kapcsolatban valahol ott kezdődik, hogy én elkezdek tanítani a CREA-ban. A CREA-ban ugye dizájn tanítunk, azon belül UX-et. A UX-nek van egy olyan tantárgy, hogy kutatás, és a kutatáson belül van egy olyan óra, hogy megfigyelés óra. Na most ez egy esti iskola, hol lehetne egy interaktív rendszer élő, éles és lehetőleg tömeges használatát megfigyelni este 5 és 7 óra között? Hát adott a válasz, akkor van csúcsidő a nyugati pályaudvaron, úgyhogy menjünk ki, nézzük meg az automatát, hogy használják az emberek. Ezt meg is tettük, levontunk belőle mindenféle dizájn következtetéseket, gondolatba diákok újra tervezték, de hát ez ennyi lett volna általában egy ilyen iskolai projekt, ez így nagyjából ennyi. Ha abban az időben a MÁV meg nem jelenteti a Vonatinfo nevű alkalmazását, és hát Flaki barátom hívta rá fel a figyelmet, hogy van ez a sajtóközlemény, amiben azt írták, hogy mindenféle konstruktív kritikának örülnek. Hát ha örülnek, akkor nekem azért volna. Úgyhogy írtam nekik egy levelet, és az első meglepetés azzal ért, hogy a MÁV gyakorlatilag minden levelet elolvas, és ezek a labdák nagyon magasat pattannak. Esetünkben a levélre gyakorlatban Zinger Péter válaszolt, aki az Elvira üzemeltetője, bár a levelet maga kerékgyártó Regina írta alá, mint ügyfélszolgálati referens. És azt írták ebbe, hogy egyfelől tervezik már az új rendszer, tehát már annyira nem szívesen nyúlnának, viszont ha vannak ilyen quick win-jeim, amit a kifejlesztéssel ki lehet hitelezni, akkor azokat mondjam. Hát voltak, de ennél is fontosabb, hogy azt mondtam, hogy viszont ha az új rendszert most tervezitek, akkor jó lenne, hogyha ez már valamiféle UX-es módszertani ellenőrzést kapna, mármint hogy nem csak a tervezés módszertana, hanem a UX módszertanban vannak ilyen ellenőrzési funkciók, amik biztosítják azt, hogy egy rendszer felhasználó barát, vagy hát más szóval utas barát. Erre már Laskai Lórát, az értékesítés vezetője válaszolt, hogy mikor érek el jövő héten. Nos, a következő héten elmentünk Molnár Dorottyával, volt kolléganőmmel, és én rögtön startból azzal nyitottam, a startnál, hogy mi ezt ingyen vállaljuk. Volt 3 munkahelyem, most egy sincs, de akkor a negyediknek így a MÁV-ot a többiekkel szemben kicsit erős lett volna bevállalni. És ezzel sikerült kikerülnünk azt a dolgot, hogy közbeszerzés. A MÁV ugye egy közszolgáltató, gyakorlatilag ceruzát nem tudnak menni közbeszerzés nélkül, mert nincsen rá lehetőségük. Például nem azért használtunk a projektben open source szoftvereket, mert ezek alkalmasak lettek volna a feladatra, nagyon kevéssé azok, viszont ingyen voltak. Nem mi terveztük az automatát magát. Az automata szoftverét azt Orbán Ádám rajzolta a képernyőit, aki a másik munkatársa. Mi viszont teljes egészében kiállunk UX-esként emellett a tervek mellett, hiszen mi szerveztük azokat az üzleti folyamatokat, amelyek biztosítják azt, hogy ez a rendszer ténylegesen utasbarát, felhasználóbarát, tehát megfelel a modern UX szervezés követelményének és módszertanának. Ennek első lépéseként egy kutatási napot tartottunk a keleti pályaudvaron, egyszerűen bementünk a pénztárak mögé, és végighallgattunk több mint 200 beszélgetést, ezeket mind fel is írtuk, ezeket mindenféle módon elemeztük, kategorizáltuk, és ezekből létrejöttek úgynevezett tesztelési forgatókönyvek, hogy na, ennek a forgatókönyvnek az automatának meg kell felelni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez jó. Ádám elkészítette az első képernyőterveket a rendszerterv alapján, és hát ezt teszteltük, ezt éppen Kelt mondta a teszt során, nem volt annyira jó, úgyhogy Ádám az egészet újra rajzolta teljesen, majd még egyszer teszteltük, és még egyszer újra rajzolta az egészet teljesen. Mondtuk, hogy ez tök jó, csak kicsit lassan a kettő között 2 héttel telt el, és a projektnek volt egy határideje is. Úgyhogy mi lenne, ha inkább csinálnánk egy ilyen napot, ahol minden egyes órában jönnek az emberek egy kávézóba, fél óráig tart egy ilyen teszt körülbelül, és ezután fél óra után elemezzük, hogy akkor itt most mi történt, milyen problémák voltak, és megpróbáljuk ezt a prototípust, tehát képernyőtervek összeragasztva kicsit módosítani, hogy a következő alanynak már jobb legyen. Ez tök jól is működött, csak ez meg kicsit túl gyors volt.
Úgyhogy a nyár további részére átálltunk arra, hogy napi tesztelés, ez azt jelentette, hogy minden egyes nap munkába menet előtt, ugye a tesztalajnak is, nekünk is egy kávézóban találkoztunk, végigvittük ezeket a tesztforgatókönyveket, ez alapján egy kicsit ott helyben még elemeztünk, majd mindenki hazament, és Ádám a munkahelyén megpróbált áttérni a prototípust úgy, hogy azok a problémák, amik előjöttek a következő alanyra, már ne jöjjenek elő. Így tesztelte több mint 30 felhasználó, nem hivatalosan valószínűleg több mint 40. Készült 15 különböző prototípus változat, és mi erről írtunk 4 nagyon hosszú UX-es elemzést. Szeptember elején a Máveszkának, mint kivitelezőnek Ádámék átadták a 16-at, hogy specifikálva ezt kell lefejleszteni, és én azt gondolom, hogy a Mávstart a meetingeken is ezt látom teljes egészében kiáll emellett. Olyannyira, hogy Sorainon üdvözölhetjük Laskai Lórátot, az értékesítés vezetőjét, Singer Pétert, az elvi üzemeltetőjét, és Máté Gergőt, az automata üzemeltetőjét. Ádám sajnos nem tudott eljönni, viszont hoztunk egy automatát is magunk, amik egy kicsi darabját is. És nagyon nagy tapsot szeretnénk nekik kérni ebbe a projektbe, és köszönjük azoknak a 30-40 embernek, akik az automata teszteléséjében részt vettek. És ezzel úgy gondoljuk, hogy sikerült egy teljesen modern, követelményeknek megfelelő platformot létrehoznunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Könnyen bevonni, és nyilván, tehát, hogy kicsit úgy vannak, mint amikor a rendőrök elkezdenek vizen járni, majd megszólalnak, hogy nézzeneket a végig, ezt is tudnak. De hogy néhányan ismerik ezt a viccet. Részünkről az volt az üzleti modell, hogy ennek az eredményei publikusak lesznek. Tehát, hogy a MÁV egy közszolgáltatás végző szervezet. Ez azt jelenti, hogy valószínűtlen, hogy bárki más vonatos személyszállítással kezdjen foglalkozni a következő évben. És ezért tudunk olyan eredményeket publikálni, olyan belső dokumentumokat, amik egy úgymond magánvállalatnál abszolút az ipari titok legmélyét képezné, és orosz mafiózók négyelnék fel csendben, hogyha esetleg publikálná őket. És ugye mi üzleti modellünk ebben a szempontból ez. Igen? Életkor tekintetében, ugye 65 év felett nem teszteltünk, mert ingyenes a közlekedés, viszont volt egy, bocsánat a szó használat, egy nagy ITESZ-nek hívott szakasz, ahol 60 év felettiekkel teszteltük az automata működését, illetve voltak olyan tesztfeladatok, amik 65 év felettiekre vonatkoznak, hiszen helyi élet azért kell venniük. Úgyhogy volt egy olyan szakasz, ahol 60 év felettiekkel teszteltünk. Teszteltünk olyan emberekkel, akik szándékosan részegek voltak, tehát a harmadik sőtőlelső rövid után odaadtuk az automata prototípusát, hogy akkor most kéne egyet venni. Voltak pszichológiai tesztjeink, tehát hogy itt embereket abba a rendkívül idegesítő állapotba hoztuk, hogy szia fiú, bent áll a vonat, egy percet megy egyet venni, indul a stopper. És ez egy kicsit így hosszabb, hogy az ember tényleg úgy érezze, ilyen inception módszerekkel, hogy ténylegesen most indul a vonat és nagyon ideges legyen. És ezt kombináltuk ráadásul azzal, hogy éjszakák is. És akkor, amikor te ilyen egykor részegen és halálidegesen meg tudsz venni egy jegyet 60 év felett, akkor azt mondjuk, hogy az automata és minden forgatókönyvet végignéztünk így. Tehát, hogy ha így is meg tudod venni egy jegyet, akkor valószínűleg sikerülni fog ezt, hogy is mondjam, vagy egy vásárlás szempontjából kevésbé terhelő körülmények között is. Hányan sérültek meg a tesztet? Ugye fizikailag nehéz megsérülni, bár hogyha rendes automatával tesztelnénk, akkor az több mint 20 kiló, én azért meghúztam egy kicsit a vállamat, de az, hogy mi ilyen pszichológiai helyzetbe hozunk, az etikai kérdéseket van maga után, tehát mi nekünk utána ki kell hoznunk ebből a helyzetből a téged. Lelkileg sérülsz, mert emlékezned kell arra, hogy lekéstél egy vonatot. A BVK automatával volt bármilyen kapcsolatotok, akár csak így lehetett meríteni, vagy bármi? Hát a BKK automatával annyi kapcsolatunk volt, hogy
benne voltam talán egy kicsit abban a kommunikációs klubban, ami a BKK automatákkal egy hasonló folyamatot indított. Úgyhogy a BKK automaták V2-je is kapott egy ugyanilyen kutatási dolgot, amit egy másik cég szervezett végül is. Az előadásból nem volt világos számomra, már kint van-e a megoldás, vagy mikor lesz kint? Hát az, hogy mikor lesz kint, abból így nem tudom, hogy akár csak beszélést is tudunk-e adni. Nem mernék erről nyilatkozni, hogy mikor lesz kint. 3-4 olyan dolog, ami az új automatában tervszerűen már benn van, például az, hogy ha elkezdesz gépelni, mondjuk elkezdesz gépelni az, hogy bal, akkor a Balaton az már egy automatikusan megjelenik, és rögtön kiegészítheted, vagy az, hogy eltűnnek a billentyűk. Tehát ha elkezdesz gépelni, hogy Bud, akkor az alatt mondjuk leütheted, de a Z az nem valószínű. Tehát, hogy eltűnnek a billentyűk, mindig navigációs feltem. Tehát 3-4 olyan megoldás az visszakerült, backportolódott a szakkifejezéssel a mostani automatákban, amik az új automatáknak alaptervezési mintái. Igen, Gazs? Ez egy egyszerű volt, vagy esetleg az kellőjával is átkerültek a... Itt az automata tervezési módszerei azok természetesen elsősorban ticket vending machine rendszerek, tehát hogy az Elvirának is cserélődik a backendje, és vannak beszélgetések arról már hogy az Elvirát is esetleg hasonló módszerekkel átnézzük, mert hogy itt közben van egy rendszercsere, ugyanis az a pénztári rendszer, amit itt láttatok, itt már nem tudok visszamenni, hogy láttatok ott egy pénztári rendszert, az egy 1985-ben elindított projekt, és mai napig ugyanaz a rendszer van szinte, úgyhogy ezt cserélik most le, és emiatt aztán az Elvira is hátulról lecserélődik, és akkor már nyilván előről is. Úgyhogy ezt a rendszert megmutatom még gyorsan. Igen, tehát hogy ez a zöld képernyő, ez nem azért ilyen, mert a dizájnerek ilyenre tervezték, hanem a 85-ös videóban is ugyanez a rendszer szerepel, nyilván a hardware alatt a 100 000-szer cserélték. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még egyszer köszönöm a lehetőséget a MÁV-nak, hogy erre nyitottak voltak, és köszönöm a résztvevőknek, hogy segítettek minket tesztelni az automatást. Igen, és az automatást szépen nézik, megmutatjuk, hogy mi okozza a problémák egy jelentős részét majd az előadások után.